Június elején rakták le az újfehértói kutatóállomás területén a Szabolcsi Alma Centrum alapkövét, szombaton pedig már bokréta avató ünnepséget tartottak, mivel az épület elérte a legmagasabb pontját. Egy átlagos évben 5-600 ezer tonna alma terem Magyarországon, főként Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Többek között a tárolásban és értékesítésben segít majd a válogató és csomagoló infrastruktúrával rendelkező központ. Ez a beruházás most a magyar gyümölcstermesztésnek a legnagyobb beruházása, és mi is így tekintünk rá, nem csak a méreténél fogva, hanem az identitását, a feladatát tekintve is, hiszen nem kis feladat áll előttünk rendbe rakni a magyar almatermesztést, újra emelkedő pályára állítani. A térség országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy reményei szerint a jövőben ismét perspektívát látnak majd a szabolcsi gazdák az almatermesztésben. Ez az üzem újra hitet fog adni a szabolcsi gazdáknak, hogy érdemes almát termeszteni. Ha azt nézzük, hogy az elmúlt időszakban sajnálatos módon a piaci problémák miatt a termelési kedv és hit igencsak ingadozott, véleményem szerint ez a beruházás újra rengeteg lehetőséget fog teremteni arra, hogy a fiatal gazdálkodók nekivágjanak a gyümölcstermesztésnek. Újfehértó polgármestere szerint a városban élők számára több lehetőséget is kínál majd a több mint 40 új munkahelyet teremtő beruházás. A városban járva kell emberekkel beszélgetve, gyakran szóba kerül az, hogy az almacentrum mikor lesz kész. A gazdák nagy érdeklődéssel várják, én úgy gondolom, hogy a helyi és környékbeli gazdáknak egy nagy lehetőség lehet majd ez az almacentrum, hisz az almatermesztésnek nem csak itt Újfehértón, hanem a környékbeli településeken is nagy hagyománya van. Ez a terület, ahol most vagyunk, nekünk a fiatalkorunk jelentős részét itt töltöttük, hisz nyáron rendszeres volt itt az almaszedés a fiatalok körében. Szeretnénk, ugye ezt majd erről már többször beszéltem, és egyeztettem is már az egyetem vezetésével is, hogy majd ennek a hagyományát megpróbáljuk majd visszahozni, hogy a mai fiatalok is tudják meg, hogy milyen az almaszedés, milyen élményt jelent ez egy mai gyereknek. A kormány több mint 1,5 milliárd forinttal támogatja az almacentrum építését. Mint Nagy István agrárminiszter elmondta, jelentős az érdeklődés a mezőgazdasági pályázatok forrásai iránt. Örömmel látjuk, hogy a vidékfejlesztési program kertészeti üzemek megújítását célzó pályázatára Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből több mint 770 termelő pályázott. Van tehát remény, lesz alapanyag, és van remény a gazdákban is ahhoz, hogy érdemes tovább is almát termeszteni, érdemes továbbra is ezzel az ágazattal foglalkozni. Ebből a keretből támogattuk több mint 1,5 milliárd forinttal ennek a 9,6 milliárd forintos projektnek a megvalósulását. A munka idén februárban kezdődött, és ezzel az ország legnagyobb almatermesztésre alapozó kutató, szaktanácsadó és post-harvest logisztikai központja tud megépülni. Az almacentrum beszállítói körét tavasszal kezdik el szervezni, az érintettek gazdafórumokon ismerkedhetnek meg a részletekkel. Márciusra elkészül a hűtőházi rész, júniusra pedig befejeződik a válogató csomagoló technika kiépítése.